Rendkívüli látogatást tett Joe Biden amerikai elnök Varsóban, a Bukaresti Kilencek Szövetségének csúcs találkozóján, amelyen a NATO főtitkár Jens Stoltenberg is részt vett. Elemzők szerint létezik a szövetségen belül egy úgynevezett hajlandó koalíciója, amely azt tervezi, hogy hamarosan katonai csapatokat küldene Ukrajnába egyfajta békefenntartó, békekikényszerítő erőként. Ez kimondatlanul a NATO országok háborúba állását is jelenteni. Üdvözlöm Önöket a mikrofonnál Kulifai Máté, ebben a podcast sorozatban rendkívüli cikkek és hírek hátterét igyekszem megvilágítani. Ha kíváncsi a folytatásra, kérem iratkozzon fel a YouTube csatornára, és állítsa be az értesítéseket a csengőgomb megnyomásával. Szerdán tartotta csúcs találkozóját Varsóban a budapesti kilencek névre hallgató szövetség, amelynek Magyarország is tagja. A szövetséget Lengyelország és Románia kezdeményezte, még a 2014-es ukrajnai események a krím és a kelet-ukrajnai orosz megszállás után. Ez lényegében a NATO kelet-európai tagállamainak közös reagálása Moszkva újbóli terjeszkedésére. A lengyel-román kezdeményezéshez Bulgária, Szlovákia, Csehország, Litvánia, Lettország, Észtország és Magyarország is csatlakozott, így létrehozva egy Balti-tengertől egészen a Fekete-tengerig húzódó sávot. Az elmúlt évek csúcs találkozóit is rendre az orosz fenyegetettséggel való szembenállás határozta meg. 2018-ban Ukrajna és Georgia NATO csatlakozása volt a téma, 2021-ben a román elnök a NATO nagyobb kelet-európai jelenlétét sürgette, tavaly pedig az ukrajnai orosz támadás másnapján is találkoztak a Bukaresti bukaresti kilencek Varsóban, kiegészülve Ursula von der Leyen Európai Bizottsági Elnök társaságában. Egy évvel később ismét Varsóban már Joe Biden amerikai elnök és Jens Stoltenberg NATO főtitkár részvételével került megrendezésre a csúcs találkozó. Biden az események, eseményen többek között arról beszélt, hogy a NATO alapszerződésének ötödik cikkeje szent és sérthetetlen. Ez arról szól, hogy minden nemzet elkötelezett minden NATO tagállam iránt ami különösen a támadások esetén bír nagy jelentőséggel. Az amerikai elnök úgy fogalmazott, a résztvevő kilenc állam a NATO keleti védelmi vonala, és most már nem csak Ukrajna szabadsága a tét, hanem a szabadság eszméje maga. Stoltenberg azt hangsúlyozta, hogy Putyin további háborúzásra készül, így nem lehet tudni, hogy mikor ér véget a háború. A lengyel elnök pedig arról beszélt, hogy a Buda bukaresti kilencek jelenlegi találkozójának éppen az volt a célja, hogy előkészítsék a júliusi NATO csúcsértékezetet, ahol majd az Ukrajnának nyújtandó támogatások további módozatairól és a lehetséges közös lépésekről döntenek majd. A csúcs találkozón Orbán Viktor magyar miniszterelnök nem vett részt. A Daily Mail információi szerint azért is mellőzte Orbán a találkozót, mert szerinte Donald Trump lehet az az ember, aki tető alá tudja hozni a béke megállapodást Putyinnal, míg Biden szerinte túl messzire ment azzal, hogy háborús bűnösnek nevezte az orosz elnököt. Helyette viszont Magyarországot, Novák Katalin magyar államfő képviselte, aki a rendezvényen arról beszélt, hogy a békét kell a prioritásaink között az első helyre tenni, és miután azt sikerült megteremteni, akkor hozzá kell járulni egy demokratikus és virágzó Ukrajna újjáépítéséhez. Szerinte alapvető érdekünk, hogy tovább erősítsük a NATO keleti szárnyát, és ezt Magyarország teljes mértékben támogatja. Ami viszont igazán érdekes, az sokkal inkább az, ami nem hangzott el nyíltan a bukaresti kilencek találkozóján. Van ugyanis egy olyan több forrásból származó feltételezés, mely szerint a szövetség keretein belül és azon némileg túlnyúlva formálódik az úgynevezett hajlandó koalíciója, akik szükség esetén katonai erőt is küldenének a Ukrajnába béke alattulatok címén. Erre utalható Tormán Viktor is a hétvégén tartott évértékelőjében, ahol arról beszélt, Európa közvetett háborúban áll Oroszországgal. A miniszterelnök a következőket mondta, idézem. Ha fegyvert szállítasz, ha te adod a műholdas információkat, ha te képzed ki az egyik harcolófél katonáit, ha te pénzeled az egész államgépezetének működését, a másik félre pedig szankciókat vetsz ki, akkor mindegy mit mondasz, háborúban, Egyelőre közvetett háborúban állsz. A belesodródás veszélye állandósult. Sisakkal kezdődött, emberi élet kioltására nem alkalmas eszközök szállításával folytatódott, most pedig tankok küldésénél tartunk, és már napi renden vannak a, a harci repülők, és hamarosan hallani fogunk úgynevezett békefenntartó csapatokról is. Mint az alva járók a háztetőn. A békefenntartó csapatok kiszólás önmagában sokat mondó, különösen, ha kiegészítjük a következő idézettel. Túlságosan a nyugati világ keleti részén vagyunk. A történelem nem adta meg azt a luxust, hogy a semlegesség gondolatával eljátszhassunk. Azért léptünk be, hogy megvédhetjük egymást. Meg kell azonban érteni, hogy a NATO mi nem. Nem háborús koalíció, nem várhatják el, hogy a közös hadicél szempontjából megtámadjanak egy harmadik országot. Utóbbit a Mátó keretein kívül kell megtenni. Aki akar, megy, aki nem akar, az nem megy. Vukics Ferenc Aledredes, a szilajcsikó hú oldalán közzétett cikkében azt írja, hogy ugyan a hivatalos NATO kommunikáció cáfolja, hogy csapatokat akarnának Ukrajnába küldeni, de a miniszterelnök nem véletlenül fogalmazott úgy, hogy egy harmadik ország megtámadásához szükséges koalíciót a NATO keretein kívül kell megteremteni. És itt kapcsolódik Mike Whitney amerikai elemzőhöz az a történet, aki szerint az úgynevezett hajlandó koalíciója, amelyet az Egyesült Államok vezetne, a NATO szétszakadását vetíti előre. Vitni szerint az északi áramlat gázvezeték megsemmisítése egy gangster cselekmény volt, szerint ha lehet hinni, és szerinte lehet, Zaymor Hers policerdíjas díjas újságíró jelentésében, akkor a világ legerősebb nemzete mérlegelés és bírósági eljárás nélkül elpusztította más országok kritikus infrastruktúráját. A Biden kormányzat szándékosan követett el ipari terolcselekményt egy hosszú távú barát és szövetséges Németország ellen. Az amerikai elnök lényegében jogot formált arra, hogy önkényesen döntsön arról, mely országok, mely más országokkal folytathatnak kereskedelmet. Elemzése keretében felveti, hogy az Egyesült Államok már dolgozhat az úgynevezett hajlandó koalícióján, ami az Egyesült Királyságot, Lengyelországot és Romániát jelenti jelen pillanatban, akik majd az amerikai különleges erőkkel harcolhatnak adott esetben a kelet-ukrajnai harci műveletekben. Ez viszont növelni az Oroszországgal való összecsapás valószínűségét, akár a harmadik világháború kirobbanását magáról a fogalomról is érdemes pár szót ejteni. Még a 2003-as iraki invázió során merült fel, hogy az Egyesült Államok vezetésével egységbe tömörítik azokat az országokat, akik a megszállásban közvetlenül nem, viszont később készek arra, hogy katonákat küldjenek az iraki békefenntartáshoz, a politikai és katonai célok eléréséhez. Ehhez akkoriban csatlakozott Magyarország is. A nyilatkozatokból az elemző szerint az derül ki, hogy az Egyesült Államok egy nato belüli és azon túlnyúló koalíciót szeretne létrehozni, ami esetlegesen békefenntartás vagy béke kikényszerítés címszó alatt csapatokat küldene Ukrajnába. Vukics Ferenc szerint ezt magyarázhatja akár az a lengyel bejelentés is, mely szerint az ország egy éven belül több mint kétszeresére növelné hadserege létszámát a becslések szerint akár 200 ezer embert is behívhatnak lengyelországi hadi gyakorlatokra. Vitni szerint az Egyesült Államok egy orosz gyűlölő hadsereget akar létrehozni, mint mondja, konkrét lépések még nem történtek, de egyre több minden mutat ebbe az irányba. Az, hogy valami készüléthet a háttérben, azt az is jelzi, hogy a mai napon például Szijjártó Péter külügyminiszter, Viszonylag szokatlanul eltérve a diplomáciai nyelvezettől a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség főigazgatójával tartott sajtótájékoztatóján egyenesen úgy fogalmazott, hogy, idézem, hatalmas nagy baj lehet. Hatalmas nagy baj lehet, ha nem következik be most azonnal tűzszünet és béketárgyalás. Hogy nyomatékosítsa mondani valóját, Szijjártó leszögezte, hogy ez nem volt túl szofisztikált mondata részéről, de annál súlyosabb értelme van. Hatalmas nagy baj lehet. Köszönöm a figyelmüket, ha tetszett ez a podcast, kérem iratkozzon fel a YouTube csatornára, és állítsa be az értesítéseket a csengőgomb megnyomásával, ha nem szeretne lemaradni a későbbi érdekes és izgalmas értesít hírekről és elemzésekről. Vigyázzanak magukra!